Az az igazság, hogy a testnevelés testkultúrával kell kezdeni, mert ez egy olyan kultúrterület, amely olyan műveltségi terület, amely interdisziplináris, ezért nagyon szertágazó. A testkultúrának a helye szerepe az ösztudomány területbe, a sporttudományba nem kellően kidolgozott és nem kellően elfogadott. A sport, a testkultúra, a pszichomotoros aktivitás, a mozgás aktivitás, a fizikai aktivitás egy óriási területe ma az egész világnak, mégpedig abból adódik, hogy az ember születése után körülbelül négy dolog befolyásolja a legjobban. Az első 20%-os genetikai predeszpináció, tehát meghatározás van, 30% környezeti tényező, 30% az életmód, életvitel, az életminősége, amit élünk, és nagyon érdekes, hogy az egészségügy és az orvostudomány 15%-kal vesz részt az életünkbe, amely változtathatja az egész sorsunkat. Ebből adódóan, ahol most ebben a témában gondolkodunk, tehát az iskolai testnevelés kultúrterülete, az egyetemi sport és az egyetemi sták egészségi állapota, valamint a felnőtt kor az aranykorig bezárólag, azt kell mondanom, hogy mind a környezeti tényezőbe, mind az egyén választott életmód életminőségébe meghatározó, és ez az életünk 60%-át, nyilván ez egy átlagos statisztika adat, meghatározó terület. Az utóbbi 10 évben a testkultúrának megjelent nem csak az élményközpontú, hanem hozzá kapcsolható és kapcsolódó, taxatív, mérhető fejlődést produkáló önmegvalósítást, önbizalmat, szabályhoz való alkalmazkodni tudást, más emberekkel való kommunikációt, együttlétet, együttviselkedést jelentő formája, amit mind a testkultúrán, a sporton keresztül tanulhatunk meg, akik pontos meghatározást, mély tartalmat és valós tudást igényelnek, azoknak ajánlom ezt a könyvet.